Sziasztok! Itt a Balaton kerülés harmadik nap. Egyenlőre itt vagyok Fehérváron, és várom a Balaton Express-et. Terv annyiba változott, hogy Balaton gyerekre fogok menni, és majd onnan, ameddig eljutok, remélhetőleg a Szófőig sikerül, még a utolsó kék hullámig, és akkor azzal haza tudok menni. És ahogy nézem, azt nézzétek, mintha már a felüljárót átadták volna. Hát így kb. 5 év után már az éj lett. Akkor ezeket oda már ki van írva, hát most az a kérdés még, hogy a biciklisszállítót azt melyik részére tették. Úgyhogy egyébként ennyi, hát várjuk a Budapest-Express. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a Budapest déli pályaudvarról érkező keszthelyállomásig közlekedő Balaton Intercity vonat előrelenthatólag 5 percet késik. A késésért szíves türelmüket és megértésüket, a késés okozta kellemetlenségért elnézésüket kérjük. Hát igen, akkor a vasút hozza a formáját. Egyébként a G43 is elég sokat késett, legalább 20 percet. De belefért, mert itt volt időre. Na, megint bemondanak valamit. Balaton Intercity vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az 5. vágányra. Az Intercity vonat további indult Keszthelyállomással. A vonat menetrend szerint Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonfemes, Balatonlelle, Balatonbuglár, Konyó, Balatonfegyves, Balatonmária, Balatonbelény és Balatonszentgyörgy állomásokon áll meg. A vonatra helyegyváltása kötelező. Kerékpár foglalása kötelező. A személykocsik számozása a vonat végén 4-es szám. A vonatban ütköző kocsik az egy is vonat kihaladt, egy másik meg most érkezik be. Na, igazából az 5 perc késés ez a bicikli pakolásból is adódhat. Ugye azt nehéz pontosan kiszámolni, hogy hány biciklis van, meg hogy mennyire nehéz felpaszírozni a bicikliket. A nagy kapacitású biciklis kocsik azért sokat segítenek. Aranyhíd Express vonat érkezik Szeged állomásról a 9. vágányra. Az Express vonat további jövő Siófokon át Konyót állomásra. A vonat menetrend szerint Balatonaliga, Szabadismóstó, Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonfemes, Balatonlelle és Balatonbuglár állomásokon áll le. A vonatra helyegyváltása ismét vízén jutott Keszthely meg gyönök között. Hát minden jó figyel, megteszi végül, és nem megyünk bele otthon. És azon a biciklén úton mentünk tegnap. Szerintem mindjárt megérkezünk a Súlyenesre, már fél távolban. És akkor itt vagyunk Balaton gyerekem, ahol tegnap elkezdte meg a bicikli utat. Hát most már én már egyedül, de folytatom, csak most a másik irányba. Tehát azért, hogy egy Aszófő Balaton gyerek szakasz maradt ki, és ez a leghosszabb, úgyhogy most ezzel fogom kezdeni. És el fogok menni, hát ameddig tudok, nem biztos, hogy Aszófőig eljutok, de ez a cél. Úgyhogy bicikli ut arra. Ja, ismerős lehet, hogy tegnap amarra mentünk, most akkor így. És hát jutok, ameddig jutok. Na. 136-os szelvény, másfél kilométer jöttük kb. Gyeröktől. És bizony. Nos, ez a megkésett helikon. Szerencsére nem vártuk, hogy vonatuk a vonatvonyalszva se legyen. Na majd elmondom. Ez a 25 percet késett helikon. Vonyolat vasagyen kellett volna keresztezni a mi bézénkkel, de szerencsére a bézét tovább engedték Edelistre, legalább az ne késsen. És hát szerintem simán átért Edelistre, mire ez odaért volna. Úgyhogy itt meg eltávolodik a bicikli út a sinektől, hát ilyenre fel kell akkor most már tovább menni. Itt egy bicikli út, Balaton Edelicsen már.
És itt sétarepülő, és ez a repülő érdekes. Megtaláltam Triplakának a légitársaságát. Itt van egy kevésbé barátságos út, mert itt nincsen biciklisáv, itt először a Balaton kerülés szakaszába. Ráadásul nem is volt egyértelmű, hogy elő vagy erre kell jönni. De hát egy olyan maximum 500 métert kell ezen az úton menni. És utána gondolom megint lesz bicikliút. Ott lesz egy vasúti átkelő a térkép szerint. Úgyhogy az pedig már szerintem a 29-es vonal lesz. De hát megyünk tovább, ez kiderül. És közben megérkeztem Badacsony-Lábdi-hegyre. Erre fel, és ott a 1064-es szervén, meg 400 méter múlva lesz a 4-es noha bemelékű, azt valahogy megközelítem, bár nem tudom, hogy lehet innen, de valahogy megoldom. Közút elég forgalmas, és nincs rajta járda. Na, mindjárt megnézem a térképet, hogy erre fel lehet-e menni. És bizony itt van a noha bemelékű, de mindjárt közelebbről is megnézzük. És legalább ott vissza is tudok menni majd az útra. Mindjárt átmászok ezen a csalárnerdőn és megmutatom nektek. Bizony itt van. Nohab GM alapítvány 2004. június 4-én a baleset 5. évfordulóján állította. Én bizony itt egyébként arról van szó, de megfordulok, mert szemből fúj a szél, hogy 1999. június 4-én történt meg azt, hogy a 4-es Nohab itt egy fadöltes idegről és azon kisiklott, és itt az árokba beborult. És hát sajnos menthetetlenül tönkrement és selejtezni kellett. Azóta ennek a Nohabnak az éppen maradt orrésze most jelenleg Tapolcán, mert egyébként a közlekedési múzeum, a régi közlekedési múzeum oldalába volt. Sokáig, azt 2015-ben, aztán decemberben, az emlékszem, hogy decemberi nap volt, felállították át Tapolcára. És azóta is ott van a Tapolcán, ott a toronynál. És hát látszik, hogy ezért van friss virágkoszorú, hoppá! Itt van egy Nohab GM által ide lakott kő is. Úgyhogy ennyit. Itt érte a vég a 4-eskét. Balaton-Szepeszdán vagyunk. Valahol ott, ahol most be van keretezve. Hát kicsit eltéltem a bicikliúttól, ott jöttem le. Viszont itt van egy keskeny járda, úgyhogy ezen, mert a térkép szerint kb. 200 méter múlva be fog csatlakozni. Úgyhogy megyünk szépen arra, úgy látom, hogy ráadásul ejtő lesz. Az előbb találtam egy kékutat is, úgyhogy vizet azt tudtam fölvenni. Viszont nyitva lévő volt, ott nem találtam előbb-utóbb, azt is kell, hogy némi kaja ellátmányt, és meg némi indivalót vételezzek. Már csak a vonatútra is, mert ha el is jutok Aszófőig, az Aszófői állomáson nincs semmi, ezt már tudjuk. Úgyhogy marad majd a valahol útközbe kell. Viszont haladunk, hát azért még elég sok hátra van még a két zánkai megálló. A zánka köveskár, meg a zánka bözsitából, meg még azt hiszem, hogy ezért Fővegyes lesz, ami régebben Kilián telep volt. Tehát lesz itt még. Aha, és valami jön, csak nem fogjuk látni. Hát, BZ pótkocsival. Viszont az előbb láttam egy olyan vonatot, csak nem volt már időm elővenni a kamerát, hogy Szergely elől, mögötte csörgő. Az kár, hogy nem tudtam fölvenni. De mindegy, na akkor haladjunk tovább. Nézzétek vissza a bicikliútra, és ez itt egy régi vasúti őrház lehetett, azt tuti. Szerintem sorompóőr volt itt. Mert hogy a fény sorompó előtt tuti, hogy itt még tekedős volt. Na, majd csak ki tudom mondani. Fáradok már én is illesen 40 km-re. Főleg, hogy tegnap letekeltem 90, sőt 100 km-t is, mert haza is mentünk, tehát bőven volt annyi. Hát ki látjátok, 857-es szelvény. Nagyjából a 600-asnál lehet a Aszófő. És akkor ott egyenesen kell tovább menni, jó? Hát akkor mi is arra fogunk menni, na már alig tudok már beszélni, kicsit összeszedettebben kell már majd vlogolni, nem baj, ez vlog videó lesz, úgyhogy nem sok vágás lesz benne. Viszont ez is egy ilyen szép ív, tehát igazából retro hétvégén itt is lehetne kempelni. Ezt nézzétek, ez a Stampo.
mászt nézzétek, Zánka Köveskál állomás, és egy Rába busz, egyébként nézzétek meg, itt vagyok. Hát még, azért még kell menni, de már talán annyit nem. Azért még itt hátra van a Zánka Bösketárban, az lesz a következő utána még. Fővennyes, meg Balaton akar időt, mit sem, meg lesz még. Pá, és ott jön egy busz. Egy monci. Balaton akar időt, mit sem, itt van. És arra fele vezet tovább a bicikliút. Itt én arról jöttem, mondjuk a szél is arról fúj most jelenleg. Ugye eddig a főút mellett ment, csak az út másik oldalán. Most pedig megyünk vissza a tóhoz. És közben Fövenyes. Vagyis leánykori nevén Kilián telep. Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, de ezért nem vállalok kezességet. Ott van a megállóhely, én megmegyek erre, merre megy a biciklőút. És elvileg már van, szerintem már csak örvényes van, és aztán már a szófő. Úgyhogy remélhetően meg lesz, még van egy óra a vonatig, addig oda kéne érni. Azt pedig valószínűleg menni fog, na itt vagyunk most. Fövenyes üdülőtelep és... Ja, ugye még ott van Balatonudvari megállóhely. És aztán örvényes. Jó, de hát innen már kilométerben nincs sok. Csak itt már sűrűn vannak a megállók. És akkor megérkeztem a szófőre, egyébként a biciklét azt rábíztam arra a vastra. És akkor is szétnézek, hát majd jön körülbelül fél óra múlva a vonat. Addig itt az állomáson várunk. Egy kicsit föltámadt a szél, de nem veszélyes. Szemelkélő esőt azt mondott már, de szerencsére az nem jött be. Arra fele van a Balaton, tessék nézzétek meg. Úgyhogy végül is azt mondhatni, hogy a terv az teljesült, akkor így az északi part az kivégezve teljesen. Hát a déli parton pedig az a 10-12 km van hátra Balaton, a Liga és Siófok között. Azt viszont valamikor a jövő héten letolom. Hát az olyan, hogy akár munka után is el tudok jönni, akkor hogyha van pont úgy vonat, hogy a Siófokig Siófokon leszállok, áttekerek a Ligára, aztán meg egy másik vonattal vissza. Egyébként arról fog majd jönni. Ha van a kék hullám, tehát valószínűleg csörgővel fog jönni. Vagy hörgővel, vagy mikor valószínűbb, hogy hörgővel jön. Hát ez egy ennyi lett volna szerintem ez a mai tókerülős etap. Úgyhogy majd előbb-utóbb lesz egy negyedik rész, ami rövid lesz, mert rább az arról fog szólni, és Siófokra áttekerek Balaton a Ligára. Még arról lehet, hogy nem is lesz külön videó, mert nagyon rövid lenne. Hiszen még ilyen se volt, hogy a biciklitárolóban veszem fel a zárós nittet, de most így lesz. Ezt még úgy se láttátok. Biciklitároló, végállomás. Na, szóval köszi, hogy ezt is megnéztétek, akkor sziasztok!